ökoszisztémánk tartó pillérei, és nélkülük nem létezne az általunk ismert élet. Május 20-án volt ugyanis a méhek világnapja, mely napon a Föld legfontosabb élőlényeinek számító beporzókról és a méhek egyedszámának drasztikus csökkenéséről beszélgettek több esemény kapcsán, és most mi is beszélgetünk itt a Spájz első órájában. Elsőként köszöntöm Bros Pétert, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökét. Üdvözlöm, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Miért május 20-a a méhek világnapja? Hát mielőtt megmondom, hogy miért, először azt szeretném büszkén mondani, hogy 1994-ben az Országos Magyar Méhészeti Egyesület azt mondta, hogy március 30-a legyen Magyarországon a méhek napja. Tehát mi nagyon megelőztük azt, amit 2017-ben határozatot hozott az ENSZ. Mi már ugye akkor 29. alkalommal ünnepeltük idén itt Belföldön a méhek napját, és szlovén kezdeményezés volt 2015-ben, hogy legyen május 20-a méhek napja. Mi magyarok azért tettük április 30-ra, mert akkor virágoznak a gyümölcsfák, akkor hívjuk fel a figyelmet a beporzók védelmére minden kerttulajdonos, minden mezőgazdasági növénytermesztő részére. Pontosan azért, amit ön mondott, hogy egy nélkülözhetetlen alkotó elemei az ökoszisztémának az éppen beporzást végző hártyászárnyak, és vigyázzunk rá. A szlovénoknál egy kicsit más indok volt május 20-a, ugyanis Hans Janša nevű nagy híres szlovén méhész, aki megalapozta Szlovéniában a modern méhészetet, az ő születése napjára szerették volna a szlovénok, és sikerült nekik 2017-ig a méhek világnapja. Mielőtt beszélgetünk jelenkorunk feladatairól és problémáiról, kihívásairól, utazzunk vissza az időben, és beszéljünk a magyarországi méhészet alakulásáról, egyáltalán az arra való felismerésről, ami gyakorlatilag tényleg az életet jelenti, hogy a méhek milyen feladatot látnak el, és egyáltalán miként tudnak velük együttműködni a méhészek. Egyértelmű, hogy az ember kapcsolata a méhekkel mindenhol a földön úgy alakult ki, hogy a mézét, a lépekben lévő virágport elszedte, az első időben szó szerint kirabolta az ember a méheket. Először szó sem volt arról, hogy milyen hasznosak, hogy beporzást végeznek. Magyarországon is számos jele van a régi méhészkedési szokásoknak, amikor is vadméheket megjegyezték a faluban lévő méhészek, vagy méhvadászok pontosabban, hogy hol tartózkodnak, és ezeket kirabolták. Magyarországon számos helyen van például úgynevezett kaptárkő, ez azt jelenti, hogy puhában jobban megmunkálható kövekbe készítettek is mélyedéseket, ahol betelepítették, berázták a rajokat, és azokat később kivágták a mézes lépeket. Majd idővel, hogy kényelmesebb legyen ez a munka, az odvasfákat elvágták az emberek, hazavitték, és a kert végébe tették le ezeket az odvasfákba lévő mécsvátokat, ezeket köpünek hívjuk. Köpű után jött a kas, kast készítették szalmából, gyékénkből, vesszőből, de ez még mind nem az az igazi modern méhészkedés volt, majd az 1800-as évek közepétől lendült be a méhészkedés, amikor is az emberiség rájött arra, hogy hogy tud mozgatható keretet alkotni a méhcsaládoknál, hogy tudja mozgatni a lépeket. Erre rá kellett jönni, ez az úgynevezett méhjárat fogalma, 6-7 mm-nek hívjuk azt a jézagot, ami alatt a méh beépít mindent propolisszal, a nagyobb távolságokat pedig viasszal. És amikor erre rájöttünk, akkor fa keretlétben megalkottuk a keretet, majd kialakult párhuzamosan a pergetés is, ezeket a kereteket kivéve egy olyan pergető szerkezetet hozzunk létre, hogy a méhek bántása nélkül el tudjuk venni a mézet. Tudni kell, hogy a kasos méhészetben régen még le kellett ölni méheket, hogy hozzáférjen a méhész a lépekben levő mézhez. És nyilván nem folytatom részletesen, de a mai modern méhészkedés azért értékelődött fel, mert a vad beporzók száma csökken. A világon 20-25 ezer beporzófaj, méhfaj létezik, ebből Magyarországon körülbelül 700,
és a vadbeporzók száma abszolút drasztikusan csökken. Egyre több kutatóintézet foglalkozik azzal, hogy hogyan lehet monitoringozni, számolni ezeket a vadbeporzókat, és mindegyik arra az eredményre jut, hogy az elmúlt 10-20-30 évben akár felére is leesett az adott vizsgált terület vadbeporzó populációja, és ezért értékelődött fel, hogy van egy olyan méhfaja, európai mézelő méh, amelyet mi méhészek tartunk, és azért fontos beporzó, mert családban telel át, kb. 20 ezer egyed telel át télen, és tavasszal, amikor a vadbeporzókról tudni kell, hogy csak a megtermékenyített anya telel át, csak nyár végére szaporodnak fel, amikor már a többedik fészek alját felnevelte. Fontosak az, hogy tavasszal viszont ez a 20 ezer méh egyednek egy jelentős része, több ezer méh már külső feladatot végez, és így a méhészek által tartott méhek végzik el a beporzó munka nagy részét, és mindenki hallott környezetünk negatív tendenciájáról, azaz klímaváltozástól kezdve mindenféle, hát konkrétan gerincesek vannak, hogy kihalnak, hát egyértelműen sokkal sérülékenyebbek a kis hártyászárnyú beporzók, és ezért fontos, hogy figyeljünk környezetünkben a méhészekre, hiszen mi tartjuk most már azokat a beporzó vektorokat gyakorlatilag életben, ami nélkül elképzelhetetlen az élet. Éppen ezért felértékelődik gyakorlatilag a jelentősége a méhész szakmának. Mennyien végzik ezt a tevékenységet ma Magyarországon, és szükség van-e akár utánpótlásra? Kezdem azzal, hogy utánpótlásra nagy szükség van, hiszen ez egy komplex szakma, nagyon sok mindenhez kell érteni, és azok az idősebb generációk, az idősebb méhészek, akik már kiöregednek, nagyon látjuk azt, hogy nincs megfelelő utánpótlás, több idős méhész hagyja abba, mint amennyi fiatal elkezdi, tehát egyértelmű, hogy vonzóvá kell tenni ezt a szakmát, és ez még egyszer mondom, sok mesterségünk eltűnik, ez egy olyan ősi mesterség, aminek nem szabad közös társadalmi érdekből eltűnnie. Magyarországon körülbelül 20 ezeren foglalkoznak méhészkedéssel, 1.200.000 méh családot tartunk, ez igen magas szám. Van méhészeti szakmában egy jelzőszám, ezt méhsűrűségnek hívjuk, egy négyzetkilométerre hány méh család jut. Magyarországon körülbelül 13 méh család jut egy négyzetkilométerre, ezt azért mesélem el, mert a világon még egy ilyen ország nincsen, ezben vezető vagyunk, tehát Egyesült Államokban egyébként ez a száma 0,1. Gondoljunk bele, Magyarországon pedig 13, tehát óriási szám, nagy méhész nemzet vagyunk, ezt fenn kell tartanunk, és hál' Istennek mind az Európai Unió, mind a hazai kormány ezt figyelembe is veszi, és egész újszerű dolgokkal, de elkezdődött a méhészeti ágazat támogatása. Miként lehet egyébként azok számára vonzóvá tenni ezt a területet, akik mondjuk nem generációként látják, vagy generációs utánpótlásként látják azt, hogy a családban miként működik egy méhész, és veszik át azokat a hagyományokat, azokat a szokásokat, azt a tudást, amit az ősöktől hoznak? Hát ha egyetlen szóval kell válaszolni, akkor azt mondanám, hogy jövedelmezők kell, hogy legyen ez a szakma, de fontos, hogy ez attól, hogy jövedelmező, nem kezdik el az emberek, hiszen szó szerint ez veszélyes szakma, a méhek szúrnak, az embernek lehet propolisz érzékenysége, tehát ez még egyszer mondom, nagyon összetett szakma, egyértelműen egy óriási természet szeretet kell, mint minden állattenyésztéshez itt is kell egy végtelen kitartás. Mindegy, hogy mai napon például esik az eső, nekünk ki kell menni dolgozni a méhekkel, tehát igen kemény fizikai munka is, tehát egyértelmű, hogy a jövedelmezőséget megelőzően fontos az, hogy szeretni kell természetet, szeretni kell az állattenyésztést, és végezetül szeretni kell a méheket. Egyébként, aki belevág a méhészkedésbe, 90% az embereknek folytatja, hiszen egy csodálatos világot ismer meg.
Említette, hogy ugye egy méhész nemzet vagyunk, és kiemelkedő az a fajta tevékenység, ami itt Magyarországon zajlik, de én úgy tudom, hogy nem csak a méhészet, hanem a végtermék, tehát a méz is kiemelkedő, akár világviszonylatban, akár az uniót tekintjük. Minek köszönhető az a fajta gazdagság, ami a magyar mézeket jellemzi? Hát két dolog miatt alakult ez ki. Az egyik a humán háttér, azaz igen magas szaktudással bírnak a hazai méhészek. Ritka az még Európai Unión belül is, hogy például nálunk egész télen oktatás folyik a méhészeknek. 126 szervezetünk van az országban, egyesületünk, és itt télen 4-5-6 alkalommal neves szakmai előadók tartanak, mind mély egészségügyi, mind mély legelő, mind technológiai, mind világpiaci előadásokat. Ezeket a méhészek szép számmal látogatják. Két szaklapja is van havi megjelenéssel a szakmának. Tehát magyarul nagyon komoly összefogás van az ágazatban, és folyamatos szakmai fejlesztés. Ez az egyik, ami fontos, de hiába lenne nagy szaktudásunk, ha nincs meg a megfelelő környezet. Magyarország Kárpát-medence csodálatos növényvilággal rendelkezik, akármilyen hihetetlen 50 fajta mézet tudunk termelni, ebből nyilván keveset ismernek a vásárlók, ugyanis sajnos a legtöbb különleges fajta méz belekerül a vegyes méz kategóriába, de néha a piacokon, vásárokon el lehet csípni különleges mézeket, és meg kell említeni akác erdeinket. Európában, európai akác állománynak kétharmada itt van Magyarországon, közel 500 ezer hektáron tenyészik az a fafaj, amely remekül érzi itt magát, és az a szentő nagyon sok nektárt ad, és Magyarország több akác mézet termel, az Európai Unió összes többi maradék országa összesen, tehát ha világ méh szakmájában valaki azt mondja, hogy Magyarország, egyből beugrik mindenkinek az akácméz, a világ szinte legismertebb mézfajtája, és ebben abszolút nagy hatalom vagyunk. Említette ugye azokat a hatásokat, akár amelyek befolyásolják a vadon élő méhek szaporodását, és vannak olyan sajnos már olyan fajok, amelyek eltűntek, elpusztultak, éppen ezért van jelentősége, ugye emiatt is beszélgettünk a méhészet jelentőségéről, illetve a méhész szakmának a fontosságáról. Viszont mi magunk emberek is tehetünk azért, hogy ez megváltozzon, mármint azok, akik nem szeretnének mondjuk méhészek lenni, bármennyire tettük ezt most vonzóvá, de fontos odafigyelnünk az arra a működésre, ami a környezetünkben zajlik, és fontos megismernünk a környezetünk apró élőlényeinek is a működését. Éppen ezért az elmúlt napokban Európa legnagyobb beporzó tárlata nyílt meg a Magyar Természettudományi Múzeumban, amely évvégéig látható kiállítás, és a méhek, valamint más beporzók és annak következményeire hívja fel a figyelmet. A Tehetsz méh többet zümmög, és a Múzeumban című tárlat az Országos Magyar Méhészeti Egyesület, a Magyar Természettudományi Múzeum és a Tehetsz méh többet program közös munkájával valósult meg. Mire szeretnék, vagy miként szeretnék ezeknek a fontos mondatokra felhívni, vagy fontos problémákra felhívni a figyelmet? Mielőtt a kiállításról beszélek, megemlítek egy olyan fontos mondatot, amit tetszett mondani. Nagyon-nagyon jól esett az, hogy mindenki, hogy magyarul mit tehetnek az emberek, hogy a beporzókat védjük. Az első legfontosabb a felismerés. Tehát az, hogy valóban nélkülözhetetlen, valóban mindenki értse azt meg, hogy az evolúció során az ember és a zárva termők közt egy olyan szoros kapcsolat alakult ki, mely csak akkor működik, ha van közte egy láncszem, amit beporzóknak hívnunk, ez a láncszem nem tűnhet el, és amit tetszett mondani, hogy ne úgy mentsük meg a méheket, hogy méhészé válunk. Rendkívül összetett munka, hatalmas szaktudást igényel, nem ezzel mentjük meg, azzal tudjuk megmondani még egyszer ismétlem, hogy felismerjük a problémát, azzal, hogy környékünkön veszünk mézet, ezzel árbevételt adunk annak a magyar termelőnek, aki majd méheivel biztosítja a kertünkben lévő gyümölcsfák beporzását,
azzal, hogyha van egy kis kertünk, akkor próbáljuk ki, hogy néhány négyzetméteren nem folyamatosan vágjuk a füvet, hanem meghagyjuk, és hagyjuk azt, hogy virágba menjenek ott a vadnövények, és meg fogjuk látni, hogy mennyi beporzó fog nektárt és virágport fogyasztani ott. Tehát számtalan más út létezik, hogy segítsük a beporzókat, mint azt, hogy mi magunk tartsunk beporzókat. A kiállításról pedig rendkívül örömteli, hogy 3 éve elindult a Tehet még többet kampány. Itt egyértelmű, hogy az ötletgazdát, Vida József urat meg kell említeni, nélkül ehhez nem működhetett volna, és ennek a programnak az egyik állomása ez a 250 négyzetméteren lévő terület. Nyilván méhészek nevében szeretnék köszönetet mondani a Magyar Természettudományi Múzeumnak is, hogy megengedte, hogy ott náluk jöjjön létre ez a kiállítás. Érdemes meglátogatni, egész úgy van felépítve, hogy amikor belépünk, megismerhetjük a virágok felépítését, mit jelent az, hogy valami zárva tervő, mit jelent az, hogy a virágok esetén egy megtermékenyítés, hogy jön létre maga a gyümölcs, miért fontos ez, milyen beporzók segítik ezt elő. Nagyon érdekes, jó magam se láttam még soha, olyan beporzókat hozott és mutat be a múzeum, melyek nem Magyarországon, de a világ többi részén végzik beporzást, különféle madarak, például denevérek is, tehát nagyon érdekes, és a Magyarországon megtalálható rovarok is, hiszen nem csak a méhek, egyéb rovarok is végeznek beporzást, és a kiállítás szép lassan átterelődik a méhekre, azon belül is a mézelő méhekre, amit mi méhészek tartunk, és multimédiás eszközökkel, tehát olyan hatalmas képernyők vannak kijelzve a falra, hogyha oda megy a látogató, saját maga bekapcsol a gép, és megmutatja például gyorsított felvételen, hogy a méhecske a sejtben 21 nap alatt hogy kell ki, ezt mi láthatjuk néhány másodperc alatt, hogy fejlődik ki, szenzációs felvételek. De az, hogy a gyerekek számára, mert ez fontos nekünk is, vonzóvá tegyük a kiállítást, van például egy gépkocsi nagyságú, éppen virágport szállító méhecske is, hatalmas, 2 méter hosszú, építettünk mellé egy úgynevezett méhlest, arra felmászhatnak a gyerekek, így oldalról, felülről is megtekinthetik a méhet. A kiállítás egyik részén olyan dolgokat láthatunk, hogy ahogy a méh lát, a méh szemszögéből berepülünk a kaptárba, a sötétbe, a léputcákba, ott milyen munkát végez, de akár kint is, a méha szemével más lát, mint mi. És van egy olyan része a kiállításnak, amikor virágokat olyan színben mutatunk meg, ahogy a méh látja. A kiállítás vége felé meg lehet pihenni egy úgynevezett apiterápiás házat, vagy magyarul méh kaptárlevegős szobát rendeztünk be, be lehet csukni ott az ajtót, kaptár illatát érezzük, halljuk, ahogy zúgnak a méhek, és lehet relaxálni, és meg kell említeni, hogy a kiállítás kijáratánál, bejáratánál is gyermekrajzok, több száz gyermekrajz várja az érdeklődőket, és a Tehetsz még többet kampányban nemzetközi felhívást tettünk, hogy a gyerekek mentsük meg a földet, mentsük meg a beporzókat címmel rajzolhattak, fantasztikus 6600 óvodából érkezett, 6 országból pályamű, és ebből a legjobbakat itt kiállítottuk. Tehát egyértelmű, mindenkinek ajánljuk, hogy látogassa meg ezt a kiállítást a Magyar Természettudományi Múzeumban. Egészen év végéig megtehetik. Köszönöm szépen Bros Péternek, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökének, hogy így telefonon keresztül elmesélte nekünk ezt a sok izgalmas és érdekes dolgot. Nagyon szépen köszönjük az érdeklődést, legyen minden napjuk méhezes nap. Viszont hallásra. Május 20-án a méhek napja kapcsán, május 20-ai méhek napja kapcsán beszélgettünk a beporzókról és a munkájukról, a tevékenységükről, jelentőségükről az életben, hiszen a beporzó rovarok végzik el a virágos növények döntő hányadának megtermékenyítését, nélkülük az egynyáriak egy, a kétnyáriak 2 éven belül tűnnének el. Az ELTE fűvészkertben a napokban a beporzásról nyílt kiállítás, és köszöntöm a vonalban Papp Lászlót, az ELTE fűvészkert botanikusát. Üdvözlöm, jó napot kívánok! Jó napot kívánok!
Az utóbbi évtizedekben a világon olyannyira csökkent a beporzók egyedszáma és sokfélessége, hogy már az Európai Bizottság is ajánlásokat tett védelmükben. Éppen ezért döntöttek amellett, hogy önök is e köré építik ezt a kiállítást a Füvészkertben? Így van. Sajnos tendenciózus ez a szomorú változás, hogy egyre több beporzó tűnik el. Ezt mi is botanikusok tapasztaljuk, akár itt a botanikus kertben, akár a természetben, hogy egyre több virág beporzatlan marad, amit úgy kell elképzelni, hogy nem alakul ki a virágot követően termés. Nem minden esetben lesz ez húsos ez a termés, amikor száraz termésről beszélünk, tehát nem képződik csiraképes maga az adott növényen. Tehát gyakorlatilag így képzelhetjük el ezt a folyamatot, de természetesen a segítségét szeretném kérni, hiszen valamilyen formában már felvetettük az óra elején azt, hogy milyen jelentősége van a méheknek, és akár ezt ugye különböző kiállítások segítségével meg is tekinthetik az emberek, de például ott a Füvészkertben miként mutatják be ezt a folyamatot, és egy kis segítséget szeretnék kérni öntől, hogy értsük meg azokat a lépéseket, aminek köszönhetően akár a mi életünk is, vagyis aminek hiányában a mi életünk is veszélybe kerülhet. Most a Füvészkertben május 17-én megnyitottuk azt a kiállításunkat, amelyet elsősorban az amerikai nagykövetség szervezésében jöhetett létre. Tehát általuk készített táblákon mutatjuk be a beporzásnak a folyamatát. Tehát nagyon szép táblákon lehet mindenki által érthető módon megérteni magát ezt a folyamatot. A beporzókról is lehet tájékozódni, meg a beporzott növényekről. Milyen speciális kapcsolatok vannak, tehát bizonyos esetekben ez nagyon egyedi. Tehát nem úgy kell elképzelni a természetben, hogy minden növénynél mindenféle beporzó érkezésével kialakul a beporzás és majd azt követő megtermékenyítés, hanem vannak nagyon speciális esetek. Ezekre is igyekszünk itt rávilágítani, mind a táblák révén, mind a szakvezetéseinken keresztül. Tehát most már a Füvészkertbe érkező csoportoknál is igyekszünk felhívni a figyelmet ennek a jelentőségére. Gondolok én itt arra, hogy például Ázsiában is egyre többet emlegetik azt, hogy mesterséges beporzás szükséges bizonyos gyümölcsfajok, vagy akár olyan növények, amelyeknek kevésbé húsos a termése, gondolok itt a vaníliára, annak is most már egyre inkább mesterséges beporzás szükséges, mert eltűntek sok esetben, vagy oly mértékben lecsökkentek ezek a beporzók. Úgyhogy itt a Füvészkertben a különböző gyűjteményi egységeket megtekinthetik az ide látogatók, és azokban a főbb beporzáshoz kötött elemeket is megismerhetik. Tehát úgy képzeljük el, hogy gyakorlatilag vannak olyan speciális növények, amelyeknek speciális beporzásra vagy beporzó fajra van szüksége, egyedre van szüksége ahhoz, hogy elinduljon, ugye, vagy létrejöjjön a megtermékenyítés, és ennek következtében, akár már mint ennek a folyamatnak a következtében eltűnhetnek bizonyos növények, gyümölcsök, vagy akár termések? Igen, a legjobb példák erre az orchideák, egyébként a Földön a legnagyobb, legnépesebb növénycsalád, több mint 20 000 fajuk ismeretes, rengeteg trópusi, de egyébként itt Magyarországon is több 10 fajuk ismeretes, ezek mind védettek. És vannak olyanok a trópusiak között nagyobb számban, meg a Mediterráneumban is, ahol egy orchidának egyetlen egy beporzója, vagy esetleg néhány beporzó faja létezik. Tehát, hogyha az adott faj nem tud időben megérkezni, elcsúszik mondjuk a kikelése az adott rovarnak, attól függ, hogy miről beszélünk, tehát most hátyászárnyúról leginkább, tehát mondjuk a legyekről, vagy méhekről, tehát elég sok beporzó faj van, de csak ezt a néhány példát említeném. Tehát, hogyha mondjuk a klímaváltozás következtében lecsúszik az adott rovarfaj a beporzásról, akkor elmaradhat akár az adott populációnak a beporzása, megtermékenyítése és magképzése. De sok esetben sajnos nem ilyen egyszerű a folyamat, tehát nem feltétlenül csak elcsúszásról van szó, hanem oly mértékben lecsökkennek ezek az állati egyedszámok, hogy abszolút nem képesek már ellátni a feladatukat. És ez az egymásra utaltság, ez nagyon fontos. Tehát valóban vannak olyan csoportok, ahol egy beporzott növény, és hogyha valamelyik kiesik az adott rendszerből, kipusztul, akkor akár a másikat is vonhatja maga után. Érzékeny kapcsolatok ezek, tehát nagyon sok esetben nem tudjuk, hogy mondjuk ha az adott növényfaj is pusztulásra fenyeget
a rovarfaj elmaradását követően, az a növényfaj is létezhetnek olyan kapcsolatok, amiről nincs tisztában, vagy nem vagyunk tisztában, tehát vihet más fajokat is maga után az ő pusztulása, olyan egyedszám változásokat, amik mondjuk akár a táplálkozásunkra lehet kihatással, vagy bármilyen inváziós egyéb állatfajok gradációjával. Tehát az ökoszisztéma, hogy csak ennyivel zárjam, az ökoszisztéma az nagyon érzékeny, nagyon sok összetevőből áll, és ebből mi csak kiragadunk általában egy-egy példát, jó részét nem is ismerjük. A klímaváltozás miatt lecsúszik a beporzásról, ezt hogyan képzeljük el, miért? Hát láthatunk olyan éveket, vagy tapasztaltunk olyan éveket, amikor melegebb az adott tél, vagy enyhébb az adott tél, és melegebb tavasszal indul az évünk, akkor bizonyos rovarfajoknak a megjelenése az korábbra várható. Nem feltétlenül követik ezt ugyanígy a növények, vagy vannak olyan esetek, amikor pont a növények válaszolnak gyorsabban erre az adott évre, vagy vannak olyanok, például tavaly évben én a saját bőrömön tapasztaltam azt, hogy hűvösebb volt, de szerintem sokkal mások is, hűvösebb volt a tavasz, úgyhogy így például elmaradtak, illetve hát sokkal későbbre tolódtak bizonyos növényeknek a virágzása. Hogyha ezt az állatok nem tudják ugyanebben az ütemben követni, akkor elmaradhat a beporzás folyamata. Vannak olyan évek, amikor mondjuk egyébként extrém csapadékok érkeznek, akkor is el szokott maradni, de mondjuk erre az evolúció fel van készülve, hogy akkor is sokkal kisebb termésmennyiségekre készülhetünk, de ez nem tendenciózus. Ez nagyon érdekes mondat volt, hogy az evolúció azért fel van készülve bizonyos természeti jelenségekre, és akár ugye úgymond kihágásokra, vagy olyan extrém helyzetekre, amelyeket a természet produkál, viszont gondolom, hogy ez a természetes folyamatok, nem pedig a klímaváltozás miatt életbe lépett folyamatokra, és itt talán fel is tudnám tenni azt a kérdést, hogy mi az, ami a legnagyobb mértékben hatásról volt erre az egyensúlyra, amit az ökoszisztéma egyensúlyára gyakorlatilag, aminek következtében figyelemmel kísérhetjük ezeket a negatív tendenciákat, akár ugye fajoknak az eltűnését, beporzó fajoknak az eltűnését, vagy akár a későbbiek folyamán, vagy már most is bizonyos terméseknek a csökkenését, nem megfelelő minőségben való megjelenését. Nagyon köszönöm a kérdést egyébként, mert olyan dolgra világított rám, amiről tényleg valóban kell beszélnünk. Tehát itt részben ugye az evolúció sok mindenre fel van készülve, viszont az, hogy ez a jelentős emberi tevékenység, tehát hogyha mondjuk elutazunk bármerre az országon belül, főleg az alföldi területekre gondolok, akkor rengeteg mezőgazdasági területet látunk. Ezek jelentős része, ezek intenzív kultúrák, jelentős mennyiségű növényvédőszerrel, azok bizonyos rovarfajoknak a egyedszám visszaesését okozzák. Részben azért, mert káros lehet a növényvédőszer, bár most már egyre több olyan növényvédőszert vonnak ki, amely káros lehet akár a méhekre. Viszont emellett megjelenik rengeteg inváziós kártevőjük, tehát olyan betegségeik a méheknek, például most csak a méheket említem, amelyek visszavetik őket. Nagyon kicsi a természetes életterük bizonyos fajoknak, tehát egyes szántóföldi kultúrában nem is tudnak táplálkozni, tehát abba azokon gyakran igyekeznek átlépni, mondjuk egy gabonaföldön, egy monokultúra gabonaföldön a méhek jó részt nem tudnak táplálkozni. Tehát ezek nekik nem megfelelő élettér, nem tudnak megfelelően táplálkozni, és akár itt a betegségeik, amely érinti sajnos ugye a délfelől érkező bizonyos betegségek, egyre többet datálnak egyébként a zoológusok, és emellett ugye ez a részben itt ugye az emberi tevékenységetnek köszönhető visszaesésük, egyszerűen visszaesésük révén kevésbé képesek válaszolni ezekre az eltérő évekre. Tehát ha most visszautalok az extrém csapadékos tavaszokra, amit az előbb említettem, vannak évek, ezeket az élőlények, akár a növények ezeket tudják tolerálni. Tehát a növényeknek is van a talajbankjában tartalék, hogy esetleg, hogyha adott évben nem érkezik meg a megporzás, nem tudnak magot produkálni, azért a talajmagbankban még azért fel tudnak jönni, fel tudnak újulni. Rovaroknál azért ez kevésbé jellemző, bár ott is azért több évre, bizonyos fajok több éven keresztül is fejlődnek. Viszont, hogyha ez sok éven keresztül zajlik, tehát tendenciózusan egyre erősebb változások vannak, akkor, hogy úgy mondjam, bizonyos fajok elkopnak, eltűnnek,
Tehát így, és hogyha még az mellé azt vesszük, hogy egyébként a természet még igyekszik bebiztosítani a magát, tehát mondjuk a fajok jó részénél azt kell, hogy elmondjam, hogy több beporzója is lehet, tehát az egyik kiesik, akkor még szerencsére többnyire ott a másik, de most már ezek is jelentős mértékben lecsökkentek, de azért utalok vissza azon fajokra, növényfajokra, melyeknek mondjuk egy beporzójuk van, és ezek nagyon érzékeny rendszerek. Tehát elég összetett, elég sokrétű, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az emberi tevékenység ezeknek az élőlényeknek a válaszadási lehetőségét nagyban lecsökkentette, azáltal, hogy jóval kisebb egyedszámban képesek ezek működni, és emiatt kisebb mértékű, vagy kisebb változatossággal bírnak, hogy választ tudjanak adni. Tehát kevesebb egyet, kevesebb választ tud adni, és ezáltal kisebb a hosszú távú megmaradásnak, fennmaradásnak az esélye. Rendkívül izgalmas és érdekes, azt hiszem, hogy ennek a folyamatnak a részleteibe elmerülni, és minél gazdagabban látni tényleg azt a folyamatot, azt a tevékenységet, amiről beszélgetünk most itt ebben az órában, hiszen az életünket, a táplálékunkat, táplálékainkat köszönhetjük ezeknek a beporzó fajoknak, és az, hogy milyen tényleg akár egy dominó effektus indulhat el egyes fajoknak a egyedszám csökkenésével vagy kipusztulásával, ezt látni, ebbe betekintést nyerni, hát szerintem rendkívül hatékony lehet, és azt hiszem, hogy sok szempontból felnyithatja az emberek szemét. Ha kíváncsiak még több részletre, akkor látogassanak el a Fűvészkertbe, nyomozása beporzók után. Május 17-én nyílt tehát ez a kiállítás, amelynek kis részleteibe betekintést nyerhettünk Papp László által, aki az ELTE Fűvészkert botanikusa, és akinek nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm szépen.